Sziasztok, Fritzi vagyok, és ebben a videómban szeretném megmutatni, hogy hogyan is csinálok madárpók terráriumot. Itt a műanyag doboz. Ja, ezt mutasd meg. Kitaláltam, hogy így fogok fényforrást csinálni, egy olvasó lámpát, egy headsettel hozzákötöttem egy székhez, és parancsoljatok, itt van a reflektorfény. Na hát gyakorlatilag itt van ugye a belebaszott tőzeg. A tőzeg mellé póknak érdemes egy bujkáló. Stílusos az, hogyha a bujkálót úgy oldjuk meg, hogy telenyomjuk tőzeggel, legyen egy kis íve a terráriumnak. Ezt én most nem csinálom meg. Majd lehet később, nem akarom összebaszni a kezem. Tehát eljutottunk eddig. Utána a madárpónak szüksége van egy itatóra. Kicsit nyomkodjuk bele a földbe, és teljesen jó. Nagyjából ennyire van szüksége a csigáknak is. Azután szükségünk van egy madárpókra, amit én most idéglenesen ebbe tettem bele. Ja, meg kajára is szüksége van. Jó kis hím dúbia csótán. Ott van. Na, műnövényt használtam, amit most kiszedek. Erre most nem lesz szükség, ott van a pók. És utána a pókot rá kell terelni valamire, amivel bele tudjuk tenni a terráriumba. A póknál, ami fontos terelgetésnél, hogy lehetőleg ne a potrokját piszkáljuk, hanem magát a testét. Na, mozdulj már! Hopp. Köztudott dolog, hogy én félek a pókoktól. Tehát nem kell meglepődni, hogy visítozok és ugrálok. Na, végre megindultál. Na, hopp, hopp, gyerünk, 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 mozog ki. Ez egy Brachypelma albopilózum, a kedvenc pókom. Mire azt mondják, hogy unalmas, átlagos, de én azt mondom, hogy különleges és fantasztikus. Na, amúgy fontos, hogy nem minden póknál lehet megcsinálni, amit ennél, mert van hiperaktív pók, annál egy ilyen cuccra rá ne akarjátok rakni, mert elszabad, ilyenek a talajlak, vagy fállakók. A kurva anyádot! Kicsit agresszívabban kell megpróbálnunk. Szegény ragaszkodik. Arra indulj már meg, arra, arra. Arra. Indulj már. Na végre. Abba az irányba. Figyelek, hogy azért ne nyomjam meg túl erősen. Na most egy pók honnan tudni, hogy agresszív vagy nem agresszív? Ez a pók nem agresszív. Összehúzza magát, nem akar támadni. Majd mindjárt megmutatok egy pókot, ami szeret támadni. Ő nem támad, ő összehúzza magát. Majd de menj már, bazd meg. Kézre nem veszem, mert attól meg félek. A kurva szára. Akkor se fogom meg kézzel. Szépen mozog. Itt van, bazd meg. Menj már rá. Arra, arra. Kifele, emeld meg a segget, kifele. Na, mozdulj! Nem akar megmozdulni. Elkezd felén futni, ilyen felugrom. Na. Na végre. Milyen gyönyörűséges. Menj szépen. Vissza ne menj. Menj rá erre. Állját, picsáját. Jó, hát ennél van egyszerű módszer, mert belerakom egy sima kínai kajás dobozba. Belecsalom. És már ott is van, most őszinte nem gyönyörű. Nézzük, látni a fogát? Vagy a... Jól látni. Cseprágóit. Mondták, hogy méreg fogad kihúzni? Epikus kérdés. Érdemes előtt amúgy a szobát egy 28 fokig azért felmelegíteni, hogy legyen azért egy kicsit melegebb, hogy ne fázzon meg a pók, miközben a hidegben van.
Ima a kis gyönyörűség. Ő kérem szépen egy békés pók. Mehet a helyére, mutatok még egyet, ami már nem annyira békés. Ez a drága. Ő neki vizet most nem adtam. Látható, hogy ki van kicsit száradva a helye, de ezt pótoljuk. Ezt is videó miatt csináltam, hogy látható legyen. A talaj felét, egyharmadát leöblítjük. Ha ilyen fehér cuccot láttok, nem kell megijedni. Fehér cucc, fogjátok? Ki a kukába, a földre nem kukába. A másik dolog, hogy vannak ilyen állatmaradványok, amiből kiszopkodta a levét. Ezeket is fogjátok, ki a kukába. Ezeket kell ugye alapszinten megcsinálni minél gyakrabban. És utána a terrárium egy részét be kell nedvesíteni. Mindjárt benedvesítem, csak egy kicsit arrébb küldöm, mert nem szeretnék vizet rakni rá. Most ez a pók már nem annyira félénk. Szépen felemeli a lábait. Akár ki is csap. Látjátok? Ez már egy agresszívabb reakció. Ha ilyet látok egy póktól, az azt jelenti, hogy ne nagyon piszkáljátok. Megmutatja. Látjátok? Szemből is vedd. Így. Figyelj. Gyönyörű, igaz? Azt hiszem, ha minden jól megy, most lehet majd látni a csáprágóit. Látjátok, ez egy bátor pók. Ő egy brachypelma vagansz. Na, ha ilyet látok egy póknál, az nem jó jel. Természetesen ő se fog elsőnek kicsapni és támadni. Ő is azért a valóság az, hogy mit tudom én, ha benyúl hozzá valaki, azért nem feltétlenül fogja egyből megmarni, de ha ilyen lábfelemelős reakciót látok egy póktól, akkor inkább ne pitkáljátok. Őt is lehet nyilván terelni. Nézzük meg, mi van, ha simogatom. Picit megnyomkodom. Azért ő is inkább. Hoppá. Szépen be lehet terelni azért, ahova akarom. Mit akartam mondani? Csinált ilyen hálót, ezt a dinamit, hogy azért látható, hogy itt az egész talajt beszőtte hálóval. Tehát akárhova nyúlok gyakorlatilag, itt még a vizes résznél is van, az egész, csak valahol felcsípem a talajt, mert látjátok, ez ilyen kis vékonyka talaj lenne, ilyen rendes tőzeg, itt viszont hatalmas háló van. Ezt lefényképezem. A videó minősége amúgy azért ilyen szar, mert egy ekkora telefonnal csinálom. Tehát nem kamerával, nincs pénzem kamerára. Ezt így lefényképezem, mert tetszik. Szuper. A kis lámpát nem sokat használtam, de mostantól el fogom kezdeni. Na szóval bevizezem neki a helyet. Neki most kaját nem adok, mert pár napja evett. Kicsi víz ment rá, ilyenkor azért megfutamodik. Lényegében ennyi lenne a videó. A talajlapoknak, ez most egy kiszáradt terrárium, csak egy két napra raktam be a másik pókot. A talajlapoknak, vagy ez a talajlapó, a fállapoknak magas terrárium kell, dísznek pedig mindenképp valami ilyen ágat tegyetek be, amire rá tud mászni. Így. Erre fel tud mászni, illetve én az ilyen típusú műnövényeket nagyon szeretem. Műnövény jobb, mert nem kell gondozni. Tehát ezeket ide felcuppantom, ilyen csöcsre. Ilyen csecsre fel lehet cuppantani. Ezeket is ugye több részre lehet szedni, én ezt az egészet felnyomom, és tök jól el van benne a pók is. Sétálgat, el van, hálót szőköri. Hát lényegében ennyi lenne a videóm, köszönöm, hogy megnéztétek, sziasztok!